Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majd adásunkban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is sporttémájú történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Ginga Kickoff. A Ginga Kickoff műfaj tekintve a sport és a dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször Kawabata Hiroto tollából jelent meg, aki 2012 és 13 között összesen 4 kötetnyi mangát publikált. Ám ezt követően 2012 és 13 között 39 rész plusz egy OVA formájában megjelent maga az anime is, melynek készítője nem más volt, mint Oda Konosuke, rendező és forgatókönyvíró. Történetünk egy általános iskolás fiúval, Otashu-val veszi kezdetét, akinek minden álma, hogy egyszer a világ egyik legjobb labdarúgója legyen. Azonban már iskolás korában egy hatalmas akadályba ütközik, mikor is csapata, a Momoyama Predátorok hirtelen felosztanak, az addigi edző és több kulcsjátékosuk távozása okán. Ám Sho nem adja fel az álmait, és egy fiatal lánnyal, Takato Erikával való találkozása új erőre sarkalja, hogy feltámassza a Momoyama Predátorok csapatát. Ennek is köszönhetően találkoznak a japán női focisztárjával, Shimizu Misakival, a kissé félénk Sayonji-val, valamint új edzőjükkel, a néhai profi csatárral, Hanashima Masaru-val, akinek személye lassan visszacsábítja az egykori tagokat, mint a Furuya fivéreket, Kotát, Ozót és Ryujit, a kis triót, Katsurát, Tarót és Jutót, valamint volt ellenfeleiket, Autót és Tagit is. Azonban az út a csúcs felé számos rögöt helyez eléjük, melyek leküzdésével együtt haladhatnak közös álmuk felé, avagy a világ legjobb csapatává válás felé. Összességében nekem tetszett ez a történet, amely jó képi és hangvilágán felül számos érdekességet tartalmazott. Többek közt egyedi módon a jelenkorunk számos profi focistája adta hozzá névjegyét, avagy tűnt fel szereplőként a sorozatban, többek közt Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Mario Balotelli, Andrés Iniesta, Wayne Rooney, Andrea Pirlo, John Terry, Sergio Ramos és Mesut Özil, valamint még sokan mások is. Szintén tetszettek a különféle helyszínek és karakterek ábrázolásai, valamint az izgalmas meccsjelenetek is. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Ginga Kickoff egy 10/9-es alkotást lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!